Az aláírások, amelyek újabb lépcsőfokra emelik a Nyíregyházi Egyetem nemzetközi esítésének folyamatát. A Szabolcsi Megyeszékhely Felső Oktatási Intézménye a Malajziában működő Sunway university kötött hétfő délelőtt oktatási és kutatási együttműködési megállapodást. A kooperáció keretében már meg is kezdődött a közös munka. A felek anglisztikai területen készítettek különböző videóanyagokat, a jövőben pedig az Erasmus Plus bevonása is részét képezi az együttműködésnek. A tananyagok képzési programok kidolgozására kerülhet sor, de ezek ugye a jövőbeli tervek, illetve hát amennyiben lehetőség van rá, a jövőben szeretnénk úgynevezett double degree programokat beindítani. Ez azt jelenteni, hogy bizonyos időszakot a hallgatók a Nyíregyház Egyetemen töltenének el, illetve bizonyos, egyetem, bizonyos időszakot viszont a Sunway university Malajziában, ugye hát velük írtuk most alá ezt a keret megállapodást, ugyanakkor lehetőség van oktatói, illetve hallgatói mobilitási programokban is részt venni és eljutni a Sunway university különböző tudományterületeken. A Kuala Lumpurban működő magánegyetemet 2004-ben alapították, az intézmény pedig angol nyelvű alap- és posztgraduális képzéseket kínál. A delegációt vezető Stephen J. Hall arról beszélt, a Sunway University elsődleges küldetése a fenntartható fejlődés erősítése, az egyetem felépítése és oktatási szemlélete is ezt követi. Sunway University is a not for profit. A Sunway University egy non-profit egyetem Malajziában, amely már eddig is törekedett a nemzetközi kapcsolatok erősítésére. Magyarországi egyetemmel eddig nem volt együttműködésünk. Örülünk, hogy ezzel a megállapodással erősíteni tudjuk a kapcsolatot. Gondolok itt az általunk jól ismert fenntartható fejlődésre, az angol nyelvi képzésekre és a hallgatói csereprogramra. Azt várom, hogy számos területen sikeres lesz az együttműködésünk. Mondta Stephen J. Hall, a Sunway University professzora. A Malajziából érkezett delegáció két napos látogatása során különböző szakmai előadásokat tart a Nyíregyházi Egyetem hallgatói és oktatói számára.